ismét egy jelentős rendezvény sorozatnak ad otthon Tiszavasvári. Néhány perc múlva kezdődik itt a Találkozások házában a Tandem elnevezésű rendezvény sorozat egyik állomása vagyunk. Erről beszélgetünk most dr. Hosszú József Tiszavasvári járási hivatal vezetőjével. Tulajdonképpen ez a rendezvény miért fontos? Köszöntöm a nézőket. A rendezvény célja az volt, azért szerveztük meg erre a mai napra, hogy a településen működő civil szervezeteket tájékoztassuk arról, hogy a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusban milyen lehetőségeik lesznek arra, hogy különböző forrásokhoz jussanak. Nagyon sok témára kitér majd a rendezvény, hiszen ezt láttuk a meghívóból, épp azért ezt most nem taglalnánk, viszont az érdekelne, hogy milyen volt a civilek érdeklődése, mennyire foglalkoztatja őket ez a kérdés, és milyen a részvételi arány, hiszen most már lehet látni. Hát a civilek részéről nagyon nagy érdeklődés övezi a rendezvényt, hisz a városban a civil élet az utóbbi években sajnos egy picit halódott, de ez az új reménysugár a 14-20-as költségvetési ciklus úgy látom, hogy megmozgatta a várost, hisz közel 40-en vagyunk jelen a rendezvényen, ami azt mutatja, hogy érdekli a szervezeteket az, hogy mi várható a következő időszakban. És akkor meg szabad kérdezni, hogy mi várható, hogy esetleg lehet sejteni, hogy ha úgy alakulnak a különféle pályázati kiírások, akkor pénzhez is lehet jutni? Igen, biztosan lehet, hisz nemrégen történt egy átadó ünnepség a városban, ahol egy játszóteret adtunk át, hisz a civil szervezeteknek sajnos az önkormányzattól nem számíthatnak támogatásra, hisz így nekik kell saját erőből megteremteni azt a pénzt, amivel önerőhöz juthatnak, és a különböző pályázati források akár 90-95%-osak is lehetnek a jövőben, hisz erről szól most ez az előadás is. Hivatalvezető úr, tudjuk azt, hogy Tiszavasvár egy állomása ennek a rendezvénysorozatnak. Eddig nem nagyon volt itt ilyen, hogy most mit vagyunk. Ez annak is köszönhető, hogy Tiszavasvári egy jelentős szerepet töltött be korábban a megye életében. Bízunk benne, hogy ez a jövőben meg fog változni a jelenlegi helyzet, és Tiszavasvár egy virágzó várossá tud válni, ahol a civil szervezetek aktív életet folytatnak, rengeteg pályázatot tudnak benyújtani, és bízunk benne, hogy ezek nagy része győzni is fog. Pillanatokon belül kezdődik a rendezvény, nem szeretném húzni az időt, mint előadó is kívánnék sok sikert, és a résztvevőknek pedig jelentős információ halmazt. Köszönjük szépen, hogy itt vannak. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány, valamint a Helyi Mérték Alapítvány által megrendezett fejlesztéspolitikai párbeszéden. Külön köszöntöm dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselőt, Sesták Oszkárt, a megyei közgyűlés elnökét, dr. Hosszú Józsefet, a Tiszavasvári járási hivatal vezetőjét, valamint Kis András szakmai vezetőt. Felkérném dr. Vinnai Győzőt. Felkérném dr. Vinnai Győzőt, tartsa meg köszöntőjét. Maradhatok itt is? Nagyon szépen köszönöm. Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm itt Tiszavasváriban a Tiszavasvári térség civil szervezetének képviselőit, inkább így mondanám képviselőit, mert ma egy olyan különleges alkalomról van szó. Elnök úr már persze a megyében több településen részt vett, mi is voltunk ma együtt egy másik településen, ahol fejlesztéspolitikai párbeszédet szeretnénk folytatni önökkel. Ennek az a lényege, hogy 2014 és 2020 között egy új uniós ciklus kezdődik a pályázati lehetőségek tekintetében, és itt össze kell hangolni a mi egyéni vagy saját céljainkat, egy-egy helyi társadalomban megfogalmazódó célt, a település fejlesztésével, egy térség fejlesztésével és a megye fejlesztésével, mert 2012-től törvény is rendelkezik róla, a megyei önkormányzatoknak ez a legfontosabb feladata, hogy egy adott megyét fejlesztenek. Tehát település fejlesztéssel foglalkozzanak. Ezt majd elnök úr el fogja mondani, hogy milyen stratégiák, milyen koncepciót vázoltak föl. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a megyei önkormányzat a települési önkormányzatokkal együtt egy olyan programot tesz az asztal, és ehhez forrásokat is rendelnek, hiszen lesz egy ilyen topos program, ugye egy település fejlesztési operatív program, amelyet Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a megyei önkormányzat fog koordinálni. Ez nagyon lényeges, hogy ez meg lesz, ennek vannak kiemelt területei, és az önkormányzatok, a települések így kapcsolódnak. De mi a sajátosság ennek a mai párbeszédnek, vagy ennek a fejlesztéspolitikai párbeszédnek, nevezzük így, hogy itt a civil szervezetek
képviselői, vezetői, akik közösségeket képviselnek, akik beleszólnak egy-egy település életébe, akik véleményeznek települési döntéseket, akár úgy is, hogy az önkormányzati döntések előkészítésében bevonják őket. Ha nem vonják be őket, akkor ők saját maguk elmondják mondjuk a város fejlődéséről, vagy a település fejlődéséről, hogy mi a véleményük. Ez egy nagyon lényeges dolog, mert valójában a fejlesztéspolitikának most az lesz a lényege, három szót írtam ide, mit, hogyan és kivel. Hiszen itt lesz majd az államigazgatásról, és szó lesz, hogy a járási rendszer hogyan teheti versenyképessé az adott térséget, hogyan lehet a közigazgatást úgy átalakítani, amely részben már sikerült is, de ez egy olyan folyamat, hogy soha nem lehet befejezni, hogy az segítse a vállalkozókat, segítse a civil szervezeteket, segítse az adott térséget, hogy fölzárkózzon, vagy reális céljait megvalósítsa. És hát nekem nagyon tetszik a cím, hogy Tandem, tanuljunk demokráciát, ugye a tanuljunkból a tan nagybetűkkel, és a demokráciából a dem, tandem, hogy két ember, vagy sok ember kell ahhoz, hogy közösen sikert érjük el. Azt szoktuk mondani, hogy a rendszerváltozás óta tanuljuk a demokráciát. 25 éve, 1988-89-től. Én pedig azt mondom, hogy Magyarországon mindig erősebb voltak a demokrácia hagyományai. Hiába mondják azt egyesek, hogy a második világháború után kiesett, visszaszorult az emberek a magánszférába, visszaszorult a civil szervezetekhez, és 1989 után mondhatjuk, hogy tanuljuk a demokráciát, de valahogy van nekünk egy alapértékünk, amit Kossuth így fogalmazott meg, nagyon egyszerűen, ugye a demokrácia népuralom, nem az katosz, ókori Görögország volt, és ilyen egyszerűen írta le, hogy mindent a népért, a néppel együtt, semmit a népről, a nép feje fölött. Ez a demokrácia, írta közel 200 évvel ezelőtt Kossuth Lajos. Ezt soha nem lehet tökéletesen megtanulni. Ezt soha nem lehet befejezni. A mindennapokba kell kiküzdeni magunknak a demokráciát, most pedig civilek, civil szervezetek vezetői azért vannak itt, hogy beleszóljanak saját ügyeinkben, vagy beleszóljunk saját ügyeinkben a fejlesztéspolitikába, amelyről előadásokat fogunk hallani. Remélem, hogy az előadások után lesz lehetőség itt is párbeszédet folytatni önökkel. Jó tanácsadást kívánok! Most pedig felkérném Sesták Oszkár elnök urat, tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen! Ez elég nagy terem, sokan eljöttek, lehet, hogy kell mikrofon is, vagy könnyebb lesz nekem mikrofonba beszélni, de kell ez a laptop is, mert néhány szlájdot összeállítottunk, hogy érthetőbb legyen, vagy jobban követhető legyen az, amiről beszélünk. Valóban ez egy olyan pályázati program keretében vagyunk itt, amely alapvetően a civil szervezetekre fókuszál. A program eredményeképpen számos ilyen találkozón veszünk részt minden járásban. Most Paszabról jöttünk, az Ibrányi járásban követtük el ezt ugyanezt képviselő úrral és az előadókkal, az ottani civil szervezetekkel. És egy civil adatbázis készítünk, egy felmérést, hogy világosabb képünk legyen a megyei civil szervezetek állapotáról, egy kérdőíves adatfelvételen alapuló kötet is megjelenik, egy stratégia, hogy a következő 7 éves programozási ciklusba minél teljesebb mértékben be tudjuk vonni a civil szervezeteket, és ezen keresztül meggyőződésünk szerint a helyi közösségeket is. Hogy az a programozás, amiről beszélek, az ne menjen el a civil szervezetek, a helyi közösségek mellett, hanem folyamatos reflexiója legyen a programonak a végrehajtás során a helyi civil szervezeteken keresztül a társadalomra, hiszen ez a rengeteg pénz, amiről beszélni fogunk, az azért van, hogy a helyi közösségek, az adott egyének jobban boldoguljanak itt a megyében, Magyarországon, a lakóhelyükön, és teljesebb emberi életet alkothassanak.
Úgy, ahogy képviselő úr is célzott rá, illetve utalt rá a bevezetőjében, nagyon jelentősen megváltozott a megyei önkormányzatok helyzete. Egyébként is a közigazgatásban, az önkormányzati világon, a települési önkormányzatok életében is jelentős változások történtek, de talán a legradikálisabb, a legnagyobb átalakítás a megyei önkormányzatoknál történt. Az az intézmény fenntartó, gyakorlatilag egy intézmény fenntartó társulási szerepkör, ami jellemezte a megyei önkormányzatokat, egy fejlesztő, a fejlesztési forrásokat közvetítő szereppé alakult át. Számos alakváltozáson ment át a megyei önkormányzati rendszer, a megyerendszer az elmúlt 1000 évben. Egy új küldetést kapott a magyar államtól, a magyar országgyűléstől, törvények által szabályozott módon. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez jobban alkalmazkodik egyébként a helyi társadalom igényeihez, az egyes emberek elvárásaihoz, hiszen korábban is, hogyha emberekkel találkoztam, akkor alapvetően a fejlesztési elképzeléseiket osztották meg velünk, hogy mit kellene ott az adott településen, gazdaságfejlesztésben, szolgáltatásokban fejleszteni, nem pedig a intézményeinkkel kapcsolatos problémáikat, adott esetben örömeiket osztották meg velünk. Tehát azt gondolom, hogy ilyen módon az elvárásoknak jobban meg tud felelni a megyei önkormányzat, hiszen korábban erre nem volt eszközünk. Meghallgattuk, különösen 2006-ot követően politikai alapon is a megyei önkormányzatokat ettől a szerepkörtől megfosztották. 2006-ot megelőzően, még az uniós előcsatlakozási alapok előtt néhány megyében, így ebben a megyében is voltak hazai fejlesztési források, tehát így a megyének, a megyei intézményeknek, vagy a megyében élőknek azért vannak erről emlékeik, hogy milyen fejlesztési forrásokat közvetíteni a megyei önkormányzatokon keresztül, habár azt egy megkettőződött rendszerben a megyei fejlesztési tanácsokon keresztül végezte az akkori megyei önkormányzat. Most ez a kettősség megszűnt, nincsenek fejlesztési tanácsok, a megyei önkormányzat, mint demokratikusan választott testület, ahogy képviselő úrtól is hallottuk, hogy mi a demokrácia, tehát ez egy legitim választott testület, az hivatott meghatározni a fejlesztési célokat, és remélhetőleg a végrehajtásban is ezen a szervezetrendszeren keresztül veszünk részt. És ez még fontos megemlíteni, a régiós intézményrendszer, regionális fejlesztési tanácsostól és minden egyéb többel együtt megszűnt, hiszen egy mesterséges képződmény volt, míg a megyerendszer ugye 1000 éves, és a mostani megyei határok is azért már hozzászoktak a települések, hogy milyen megyei lokális tudatban gondolkodnak. Tehát a új törvényi szabályozások szerint a megyei önkormányzat feladatai a megyei szintű területfejlesztés, koordinációs feladatok lettek, az egyes fejlesztési szintek közötti koordinálási feladatok, erről majd fogunk beszélni, hogy milyen fejlesztési szintek lettek meghatározva. Területrendezés, ez korábban is megyei önkormányzati hatáskör volt, valamint vidékfejlesztési feladataink is vannak az önkormányzati törvény, megváltozott önkormányzati törvény szerint. Legfontosabb első lépésünk egy megyei stratégia megalkotása volt, hiszen egy világos helyzetkép, egy kigondolt jövőkép alapján lehet, stratégia alap mentén lehet a kihívásokra választ találnunk. A stratégia alkotás során a megyei helyzetből indultunk ki, nem a Holdra terveztünk fejlesztési programot, nem is a Nyugat-Magyarországra, hanem erre a megyére, ennek az adottságaira, ennek a hátrányos vagy jó tulajdonságaira. Nagyon fontos kiinduló pontunk volt Magyarország nemzeti stratégiája, milyen célokat tűzött meg maga elé az ország, valamint az Európai Unió tematikus célkitűzéseihez is alkalmazkodnunk kellett, hiszen alapvetően a következő években az Európai Uniós forrásokra számíthatunk, habár az új szerepkör meghatározásakor a megyei önkormányzatok nem csak az uniós források, hanem remélhetőleg lesznek hazai fejlesztési források, ahogy egyre jobb állapotban kerül a magyar államháztartás, remélhetőleg lesznek olyan állami programok, amelyek területfejlesztési céllal indulnak, és annak a kezelője is a megyei önkormányzat lehet a jövőben, de most alapvetően és a legnagyobb forrás szerkezettel az Európai Uniós
források rendelkeznek. Egyébként vannak az Európai Unió mellett másfajta lapok, norvég alap, svájci alap, stb. Erről is hallunk majd a mai nap során egy előadásban. A stratégiaalkotás rezüméje, eszenciája mondjuk ebben a táblázatban foglalható össze. Akit érdekel a stratégia, az a megyei önkormányzat honlapján megtalálja ezt a táblázatos formát is. Hosszas, valóban hosszas, talán több mint egy éves, biztos vagyok benne, több mint egy éves folyamatban, különböző munkacsoportok bevonásával, szakértőkkel, szakértők tervezőkkel, ugye egy közbeszerzési eljárás során választottuk ki a tervezőket is, akik munkatársaink voltak ebben a folyamatban, alakult ki ez az eszenciája a megyei stratégiának. És ugye, ahogy mondtam, alapvetően az Európai Uniós forrás szerkezetére támaszkodhatunk a következő 7 évben a stratégia apró pénzre váltását illetően. Az operatív programok tekintetében sokkal kevesebb operatív programmal számol a jövőben a fejlesztéspolitika, és szeretnénk, hogyha jobban átjárhatóak lennének az egyes programok között sokkal több átjárási lehetőség lenne, hiszen az életünket sem operatív programok mentén éljük, hanem éljük a teljes emberi életet egy közösségben, egy településen, egy családban, egy munkahelyen, és azt várjuk, hogy a fejlesztéspolitika, a közösségi segítség az emberi élet egészére irányuljon, nem operatív programok mentén szervezzük az életünket, tehát ezért átjárhatóvá szeretnénk tenni ezeket a programokat, ugyanis nagyon merev programstruktúrával dolgozott az előző 7 év. Erre mondani 2 példát, amilyen lehatárolás már tudjuk, hogy meg fog szűnni. Ugye a LEADER csoportok csak kis településeken működhettek, tehát ebből a közösségi fejlesztési forrásokból kis települések részesülhettek. Ez a korlát megszűnt, tehát a városok is részt vettek a LEADER típusú együttműködésekben, és ezek révén megszerezhető uniós forrásokban. A másik, ami fordítva volt nehézség, hogy a GOP-nak, amit most GIROP-nak fogunk hívni, a forrásaira kis településen nem lehetett pályázni, mert ott csak vidékfejlesztő, 5000 fő alatti településeket nem lehetett pályázni, mert ott csak vidékfejlesztési programokból lehetett pályázni. Ez a lehatárolás is megszűnik, tehát szabadabban, célszerűbben lehet az egyes fejlesztési elképzelésekhez alakítani az egyes operatív programok struktúráját. Ugye azt tudjuk, hogy több mint 7000 milliárd forint áll rendelkezésre Magyarországnak a következő 7 évben. Azt is tudjuk, hogy ez sajnos kevesebb, mint az előző időszakban volt, és azt is tudjuk, hogy feltehetőleg a következő 7 évben még kevesebb lesz, hiszen a donor államok nem kerülnek empatikusak a problémáink iránt, és ezért szűkülnek a források, vagy egyszerűen nem látják ennek gazdasági racionalitását, vagy nem tudom milyen más okokból, ugye ebből sokat lehet olvasni az újságokban. Tehát szűkültek a forrás lehetőség, ezért is nagyon fontos, hogy jól költsük el ezeket a uniós forrásokat, az utolsó eurócentig is. Arra viszont elégedetten mondhatjuk el, hogy a forrásversenyben jól teljesített Magyarország, hiszen az egyfőre eső források tekintetében a második helyen állunk Litvánia után. Mint ahogy mondtam, a koordinációs feladata is vannak a megyei önkormányzatnak. A koordinációs feladata, hogy a megyei szint, a megyei jogú városi szint és a járási szint fejlesztési szintek közötti koordinatív feladatokat is ellássa. Tehát a járási szinten is vannak úgynevezett dedikált források, a megyei jogú városoknak is vannak saját forrásai. Itt arra kell a megyei önkormányzatnak figyelni a koordinatív feladataiban, hogy ezek a forrásköltések lehetőség szerint egymásra épüljenek, ne pedig egymás ellen hassanak. Ugye a másik fontos állomás, ezt szokták kérdezni leginkább, különösen régebben még nem volt, talán most már ismertek ezek a számok, de korábban nagyon sokszor kérdezik, na és akkor mennyi pénzzel gazdálkodik a TOP? Ugye említettem, hogy országos szinten több mint 1000 milliárd forint ez a forrásmennyiség, 450 milliárd forint a megyei önkormányzatok forrás kerete megyei gazdaságfejlesztési programokra. Ebből közel 46 milliárd a megyei önkormányzati, a forrás nagyságában csak Borsod megye előz meg bennünket, az egyfőre eső forrás mennyiségében pedig
Nógrád megye erőz meg bennünket, tehát mind a két összehasonlításban a második helyen állunk ebben a forrásversenyben. El lehet mondani, hogy nagyon empatikus volt ilyen szempontból a kormány, a TOP-nál érvényesítette a fejlettségi különbségekből adódó eltéréseket. Ez egy kisebb dunántúli megye esetén, hogy kisebb is a megye, mások a fejlettségi mutatói, 10-15 milliárd forint ez a megyei forráskeret, tehát ez egy viszonylag nagy szám, és ezért nagyon fontos, hogy jól költsük el. Járási fejlesztési programoknál közel 24 milliárd forint áll a megye járásainak, járási településeinek, járásközpontjainak a rendelkezésére, alapvetően közösségi szolgáltatások fejlesztésére, míg a TOP gazdaságfejlesztési program része szinte kizárólag, nagyon szigorúan gazdasági célok mentén gazdaságfejlesztésre kell elköltenünk. A 24 milliárd forint az közösségfejlesztési célokat, közösségi szolgáltatásfejlesztési célokat szolgál elsősorban. Itt is érvényesül az a kiegyenlítő szándék, ami a fejlettségi különbséget figyelembe veszi, talán kisebb mértékben, mint a gazdaságfejlesztési programnál, de itt is nyomon követhető ez a kormányzati szándék. Gazdaságfejlesztésben nagyobbak a különbségek, szolgáltatásokban nincsenek olyan nagy különbségek az ország egyes települései között, mint a gazdasági fejlettségben. És ahogy mondtam, egy önálló szinttel bír a megyei, a járás és a megyejogú városi szint, tehát ilyen módon Nyíregyháza is külön kasszán van, több mint 23 milliárd forinttal, ezt a közelmúltban emelték meg 14 milliárdról 23 milliárd forintra, tehát elég alaposan kilettek stafírozva a megyejogú városok, egy másik forráskeretből ide átcsoportosítottak egy kormányhatározattal, közel 100 milliárd forintot az összes megyejogú városnak, és ebből Nyíregyháza nyeresége talán több mint 7 milliárd forint. Ez jó, hiszen megyei forráskeretet növelt, ez az indikatív forráskeret is, és azt gondolom, hogy a megye székhelyek szerepe megkerülhetetlen, mondjuk egy térség, egy gazdaság dinamizálásában kisugárzó szerepük is, azt gondolom, hogy nagy. Tehát ilyen módon ez öröm számunkra, hogy ez a forrás ugyancsak megnövekedett. Annál is inkább, mert hogy hozzáveszünk a határmenti programokból szerezhető, lehívható mintegy 10 milliárd forintot a három számunkra rendelkezésre álló határmenti együttműködési program keretéből, a megyében elkölthető forrás a következő 7 évben az 10 milliárd forint. Tehát így összességében majd 100 milliárdról beszélhetünk, de szerényebben azért azt mondhatjuk, hogy majdnem 95 milliárd forint az a forráskeret, amire a következő 7 évben beszélhetünk. Ez nem mind a megyei önkormányzat forráskerete, de koordinációs feladataink tekintve nyugodtan, kiterjeszthetően is értelmezhetjük az ügyet, és Nyíregyháza forráskeretét is nyugodtan hozzácsaphatjuk a megye forráskeretéhez. Az még azért fontos tudni, hogy vannak olyan célok, amelyekre Nyíregyháza csak a mi 46 milliárd forintunkból részesülhet, tehát vannak olyan gazdaságfejlesztési programok, amiben a 46 milliárd forintra is bejelentkezhet Nyíregyháza. És a járási szintnek a forrás keretéről egy kicsit bővebben van járási lehatárolása is ennek a 24 milliárd forintnak. Egy kormányhatározat rendelkezik arról, hogy az egyes járások milyen forrásokkal rendelkeznek. A tiszavasvári kereken 1600 millió forinttal, 1,6 milliárd forinttal szép kerek összeg. Alapvetően szolgáltatás fejlesztésre. Itt álljunk meg egy pillanatra, itt van talán a szűk keresztmetszet ennek a forrásszerkezetnek, ugyanis a programozás során majd talán fogjuk látni, úgy alakult a dolog, hogy bölcsőde és óvodai fejlesztések is ebből a forráskeretből finanszírozhatóak, így ez kicsinek tűnik ez a forrás. Tehát, hogy az más operatív programból lehetne, akkor talán megbékélhetnénk ezzel a pénzzel,
de így ez szűkösnek tűnik, hiszen olyan fajta lemaradások vannak óvoda és bölcsődei kapacitásokban, amiben felújításokban is, de új kapacitások kiépítésében is. Ha komolyan gondoljuk a gazdaságfejlesztést, akkor ez feltétlenül fontos. Talán azért maradt ez így, mert ez a két szolgáltatási terület, bölcsőde és óvoda maradt alapvetően önkormányzati kompetenciába, mondjuk az iskolafejlesztésre van egy önálló operatív program, ami az iskolafejlesztési programokat finanszírozhat majd az állam. A 8-10 operatív program közül az egyik egészségügyi, illetve iskolafejlesztéseket támogathat. Ez így beszorult, úgy tűnik számomra ide, tehát azért nagyon fontos, amit kértünk települési önkormányzatoktól, hogy itt nyugodtan mondják el fejlesztési igényeiket, mert erre építve meggyőződésem, hogy felfele lehet ezt a forráskeretet kerekíteni, hogy fel lehet vinni, hiszen óvoda és bölcsődei fejlesztésekkel együtt ez szűkösnek tűnik. És ahogy mondtam, a 46 milliárd forint az kőkeményen gazdaságfejlesztésre fordítható. A TOP-nak a prioritásai között a megyei önkormányzat, megyei jogú városok, illetve járások tervezhetnek a másodiktól az ötödik prioritásokra. Megyei önkormányzat a saját forrás keretéből, a 46 milliárdból az első és a második prioritási tengelyre tervezhet. Ugye, hogy megyünk előre a programozásba, a lehatárolások mentén szűkülnek az egyes programok lehetőségei, és ezekhez kell igazodnunk aztán majd a célok meghatározásánál, vagy az a programozási programcsomagok meghatározásánál. Ez egy újabb szlájdon ugyanezt emeltük ki, tehát térségi gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás helyzet javítása érdekében megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzés, tehát ezekre a prioritási tengelyekre ezekre tervezhet a TOP megyei forráskerete. És néhány olyan gazdaságfejlesztési részprogramot emeltünk ki, amely tartalmilag is érezhetővé teszi, hogy mire tervezhetünk a mi forrás keretünkből. Ugye civil szervezetek okkal és joggal kérdezik, hogy hol vannak itt a civil szervezetek. Majd a Deák Attila megérkezik, lerobban, de remélhetőleg ideér. Az ő előadásából majd ki fog derülni, hogy vannak ERFA típusú és ESZA típusú beavatkozásai az egyes prioritási tengelyeknek. Az ESZA-ban biztos, hogy elengedhetetlen a civil szervezetek aktivitása is. Tehát amik ilyen szoftos, társadalmi kohéziót, társadalmi befogadást erősíti programokat jelentenek, képzési programokat jelentenek, ott biztos, hogy a civil szervezetek is bekapcsolódhatnak, míg mondjuk infrastruktúrában elsősorban az önkormányzatok partnerségére számíthatunk. És még egy következő szlájdon is ezek a programcsomagok láthatók, amire ugyancsak majd az Attila előadásában még mélyebben is sor kerítünk, hogyha nem szaladnak el közbe. Mert elég késő lesz, de remélem, hogy érdemes adniuk. Arról talán nem tettem még most említést, hogy nem annyira pályázatos eljárásban szeretné a következő időszakban a fejlesztés politika megvalósítani a beavatkozásokat, olyan a pályázatos eljárás rendnek sok buktatója van, amire számos példát tudnánk mondani. Olyan iskolaépületek, amelyeket az önkormányzat sikerrel pályázott, meg is valósított, másik évben még bezárták, mert nem volt gyerek az iskolába. Ezek ugye nem túl jó sikerült programok, és ez alapvetően a pályázatos eljárás rendből fakadt, ugyanis a papír a sok mindent elbírt. És ezért úgynevezett vezérprojektekben gondolkodik a fejlesztéspolitika, ami lefordítva nagyon egyszerűen azt jelenti a mi 46 milliárd forintunkra, hogy az utolsó eurócentet is, amit elköltünk ennek a 46 milliárd forintnak a keretében, egy-két vezérprojektet vártak tőlünk a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatalban megyei fejlesztési programként. Mi hármat kockáztattunk meg, úgy gondoltuk, hogy ez így logikus.
Egyik egy infrastruktúrális program lenne, a munkahelytere, ez magyarul ipari parkok, ipari fejlesztési övezeteket jelent. Egy megyei turizmusfejlesztési program, amely alapvetően programcsomagok kialakítását, marketinget és egyéb olyan beavatkozásokat jelent, ami az egész megye turizmusára jótékony hatással van, és egy kis és középvállalkozások támogatását jelenti, hiszen ez az a szektor, amely a munkahelyteremtésben, a helyi társadalom életében leginkább jelen tud lenni. Az még eldöntendő kérdés, hogy közvetlenül is tudunk-e KKV-kat támogatni, vagy közvetett módon hálózatfejlesztéssel, klaszterekkel, marketinggel, vásárokra való kijutással, innovációval tudjuk támogatni a KKV-kat, nem pedig mondjuk egy iparcsarnok megépítésére adott pályázati forrással. És ahogy mondtam, ugyancsak célkitűzés, hogy az egyes operatív programok közötti átjárást biztosítani tudjuk, ezért lehetőségünk van, felszólítást is kaptunk a Nemzetgazdasági Tervezési Hivataltól, hogy azonosítsunk be olyan vezérprojekteket is, amit nem a 46 milliárd terhére, hanem annak a terhére, ami a top forrás keretén kívül van, ugye az 6000 milliárd forint, annak a terhére tartunk fontosnak megvalósítani a megyében, mert a stratégiákból következik, mert kormányzati és nemzeti stratégiai célokból ugyancsak következik, hogy a megyében ilyen programokat lássunk viszont. Tehát az egyéb operatív programok terhére pedig beazonosítottunk, a megyei közgyűlés erről döntött, az előző háromról is és erről is. Ennek egy sokkal részletesebb leírását, ezek a címei ezeknek a programoknak. Egy szociális foglalkoztatási programot, amely azokban a leszakadó hátrányos helyzetű térségekben, ahol a piaci munkahelyteremtés még nem jelent valódi lehetőséget, ott tud programokat indítani, azért is, hogy a munkaerőt felkészítse a piaci körülményekre, kondicionálja, nevelje arra, hogy milyen munkából élni és ebben részt venni. Ez nem olyan egyszerű, tehát aki nem úgy nőtt fel, nem látta, hogy az édesapja megy munkába, annak sokkal nehezebb mondjuk a munkába állását, ezt a szocializációs folyamatot venni, tehát ebben segíteni kell őket, akár egy ilyen foglalkoztatási program segítségével is. Ugye látunk erre jó és rossz példákat, egyre inkább jó példákat a közfoglalkoztatási programokban, amelyekben önkormányzatok nagyon aktívan részt vesznek, de civil szervezetek is. A következő egy versenyképes élelmiszergazdaság program lenne, amely ugyancsak a koncepcióban kiemelt, a stratégiánkban kiemelt helyen szerepelt, hiszen a megye termőhelyi adottságai jók. Leépült sajnos sok esetben az élelmiszeriparunk, vagy nem fejlődött megfelelően. A rossz privatizációs döntések is közrejátszottak ebben, ezt mondjuk Tiszavasváriban nem kell külön mondani, nem élelmiszeripar, de egy nagyon nagy múltú iparág hogyan tud leépülni, tönkre menni egy rossz privatizációs döntés következtében, ugye itt az alkoholidára. Vannak jó példák is, de sajnos nagyon sok rossz példa van. Különösen az élelmiszeriparban, cukorgyárak, olyan termelési kapacitások leépülése, amely rossz privatizációs döntéseken, bűnös privatizációs döntéseken alapul. Tehát ezt a hiátust pótolnunk kell, hogy fel tudja szívni a megyei élelmiszeripari termékeit egy élelmiszergazdaság. A vízgazdálkodás ugyancsak fontos vezérprojekt lehet, hiszen gazdagok vagyunk mind felszín alatti, mind felszíni feletti vizekben, erre erőforrásként kell figyelnünk, akár az öntözésre, akár a geotermiális energiákról van, vagy lehet szó. És ugyancsak egy ilyen vezérprojekt lenne egy megyei környezet és hulladékgazdálkodási program. Egy megyei hulladékos társulás keretében integráltuk a településeket. Ez egy nagyon jó kiinduló pont arra, hogy további környezetipari beruházásokat, fejlesztéseket tervezzünk ugyancsak a megyében egy vezérprojekt keretében. Partnerségi programot valósítottunk meg, ez a mostani esemény is egy partnerségi programesemény, amely igyekszünk az állampolgárokat, civil szervezeteket tájékoztatni, vállalkozásokat is a programozás állásáról.
Ahogy mondtam, partnerségi munkacsoportokat alakítottunk, és a stratégiaalkotásban ők voltak a segítségünkre, és hát elfogadta a megyei közgyűlés ezeket a dokumentumokat, mint ahogy tettem rá utalást. A dátumok nem biztos, hogy jók, majd kijavítjuk, hogyha hazamentünk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem, hogy elindítottam egyfajta gondolkodást, és ha még bírják, akkor maradjanak velünk, biztos, hogy bírják. Köszönöm szépen. Most pedig felkérném dr. Hosszú Józsefet, tartsa meg ő is az előadását. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a mai estén. Megköszönöm azt, hogy rászánták az időt arra, hogy a nyári munkák közepén egy olyan időtartamot szálljanak nekünk, ami igazán fontos lehet a mai világban, hisz a civilek nélkül, ezt már korábban is elmondtuk, civilek nélkül nincsen társadalom, civilek nélkül nincsen fejlődés, a civil szervezeteknek minden közösségnek nagy szüksége van a járásunknak is, hisz amint az elnök úr előadásából elhangzott, a járási szintre lesz sok mindenféle fejlesztés tervezve, és ezért a járási rendszer szeretném egy picit bemutatni, annak, aki még esetlegesen nem ismerné. A járási rendszer az idősebbek biztos emlékeznek rá, egy jól működő rendszer volt az előző rendszerben, egészen 1983-ig, amikor megszüntették ezt a rendszert, és az új 2010-ben alakult kormánynak volt az az elképzelése, hogy újra tervezi ezt a dolgot. 2011. január 1-ével a közigazgatási reform első fontos lépéseként megalakultak a kormányhivatalok itt megyénkben is, Szabolcs-Szatmár-Berekbegyében is, és 2013. január 1-ével jöttek létre a járások. 13 járás van a megyében, itt Tiszavasváriban is volt egy ugye hosszas húzavona ment erről, hogy most Tiszavasvár legyen a járásszékhely, vagy a korábbi járásszékhely Tiszalök. Végül egy bőrs döntés született szerintem, és Tiszavasvári lett ennek a járásnak a székhelye. A járás székhelyünk ugye 13 ezer lakosú, a járás összesen 28 ezer fős, és két helyen dolgozunk ebben a járásban. Elsősorban Tiszavasváriban, itt van a központunk, ugye itt van az okmányiroda, gyámhivatal, munkaegyik kirendeltség itt mellettünk, valamint Tiszalökön, ahol nagy örömünkre szolgál az, hogy 2014. február 12-én képviselő úrral és Navracsics miniszter úrral átadhattuk a megye első kormányablakát, amely egy olyan szolgáltatást nyújt, nem tudom, van-e már önök között olyan, aki igénybe vette ezt a szolgáltatást, vagy volt ebben az épületben, ahol reggel 8-tól este 8-ig, hétfőtől péntekig várják a kollégák azokat az embereket, akiknek ügyes, bajos dolgokat kell elintézni. Ugye itt elsősorban okmányirodai feladatra gondolunk, de vannak olyan ügyek is, amelyek kifejezetten államigazgatási ügyek, amelyekben korábban vagy Nyíregyházára, vagy esetlegesen még akár Debrecenbe vagy Budapestre is kellett utazni. Ezeket most már nagyon közel, mindössze 7 kilométerre Tiszavasváritól, Tiszalökön is el lehet intézni. Tapasztalataink alapján nagyon sokan élnek is ezzel a lehetőséggel, hisz a tiszalöki kormányablak a megye egyik leglátogatottabb kormányablaka. Elmondhatom azt, hogy nálunk adták ki a megnyílt három kormányablak közül, tehát Tiszalök, Mátészalka és Kisvárdai kormányablakok közül nálunk adták ki a legtöbb tulajdoni lapot, hisz ez egy fontos dolog, hogyha valakinek tulajdoni lapra vagy térképmásolatra van szüksége, ugye elég sok ilyen lehet, mert elég sok mezőgazdasági terület van a járás területén, nem kell beutaznia Nyíregyházára, hanem Tiszalökön is ezt megteheti. Este 7-kor eszébe jut, hogy neki reggel megy valahová és kell egy tulajdoni lap, átugrik Tiszalökre és ezt megkapja kézbe azonnal. Ez egy nagyon fontos dolog, ezt mindenképpen el akartam önöknek mondani. A járási rendszerről még egy olyan fontos dolgot kell elmondanunk, ami szerintem egy nagyon pozitív hozadéka, hogy semmiféle támadás nem érte az elmúlt időszakban. Tehát 2013. január 1-e óta komoly támadás ezt a rendszert nem érte, ellentétben más szervezeti dolgokkal. Minket nem bántottak, mi egy olyan rendszer vagyunk, amit mindenki elfogadott. Levettük az önkormányzatok válláról azt a terhet, hogy olyan ügyekben, amelyekben nekik semmiféle mozgásterük nem volt. Tehát volt egy törvény, azt a törvényt be kellett tartani. Ez az embereknek sokszor tetszett, nem tetszett, mindig az önkormányzatot szitták, az önkormányzati vezetőket szitták, ha valami nem tetszett, holott ők nekik semmi közük nem volt ehhez. Most ezt mi átvettük, és úgy gondolom, hogy ezzel az emberekben egy pozitív változást vettünk, alakítottunk ki, hisz egységesítettük a jogi kereteket, hisz csak a Tiszavasvári járás nem egy nagy járás, 6 településünk van, de a 6 településen 6féleképpen értelmeztek jogszabályokat. Mi ezt most az én vezetésemmel egységesítettük, tehát minden a törvény meg a rendelet az
egy. Tehát tök mindegy, hogy melyik településre jön az ügyfél, ugyanazt a szabályt alkalmazzuk rá. Ebből volt egy-két vitánk is, de végül megértették az emberek, hogy a törvény, az, hogy most az ő adott településükön a vezetés hogy értelmezte, az egy dolog, de a törvény az mindenkire nézve törvény. Elfogadták, tehát elmondhatom azt, hogy idén június 26-a van ma, 2 darab fellebbezés érkezett összesen egy fél év alatt. Korábban ez az önkormányzati rendszerben havi szinten volt szerintem 10-20 fellebbezés, amivel a kormányhivatalt boldogították az emberek. Most ez megszűnt. Tehát megértették azt, hogy egy törvény van, és ez alkalmazkodnak. Valamint egy teljes mértékű szemléletváltást is bevezettünk az önkormányzatok világhoz képest. Tehát a mi járási rendszerünkben első az ügyfél. Ezt van, aki jelenlévő közül is már tapasztalta, akár tőlem, akár a kollégáimtól, hogy nálunk a legfontosabb az, hogy az ügyfél elégedetten távozzon. Még ha nem is teljesítjük azt, amit ő szeretne, de nagyon fontos az, hogy elégedetten távozzon, megértse azt, hogy mi megpróbáltunk rajta segíteni, mi ezt mutassuk is neki, hogy segíteni akarunk, és ne azt a lehetőséget keressük, hogy egy adott problémát, hogy nem lehet megoldani, tehát mi miatt nem oldom meg ezt a problémát, hanem mi azt keressük, hogy mi hogy lehet ezt a problémát megoldani. És erre is már a jelenlévő között is vannak visszacsatolások, hogy tapasztalták ezt a járási rendszerre, hogy mi nem a problémákat keressük, hanem a problémákat megoldjuk. Ellentétben az önkormányzati világgal, ami korábban jellemző volt, nem csak itt, hanem más településen is, más városokban is ezt azért a kollégákkal történt egyeztetésekből hallom rendszeresen. És talán ennek is tudható be az, hogy nem támadnak bennünket, mert látják azt az emberek, hogy mi értük vagyunk. Tehát a járási rendszer egy olyan rendszer, ami az emberek szolgálatában áll, az mi dolgozóink igazán olyan emberek, akiknek az első az ügyfél, mindig mosolygósan kell lennünk, persze mindenkinek vannak rossz napjai, de ezt félre kell tenni, abszolút pozitívan kell állni az emberekhez. Járásokról még egy pár dolgot szeretnék mondani. A mi terveink között szerepel az, még a járási hivatali szinten, hogy egy ilyen kormányablakot, amely Tiszalökön van, Tiszavasváriban is minél hamarabb meg tudjunk nyitni. Én ezért teljes erőből harcolok és harcolni is fogok, hisz a tiszavasvári emberek részéről is kaptam ilyen visszacsatolást, hogy szeretnék, hogyha náluk is lenne egy ilyen dolog, hogy hétfő péntek reggel 8, este 8 mehessenek ügyet intézni, 21. századi körülmények között. Itt nem tudom, van-e tiszalöki, nem látok. Bementek az emberek. Volt olyan, aki bement, és azt megkérdezte, hogy jó helyen jár-e. Tehát olyan kiszolgálásban volt része, amihez nem volt hozzászokva, meg olyan technikai és emberi körülmények között. Én ezt szeretném Tiszavasvárban is megvalósítani, minél hamarabb, ha lehetséges. Ez nem rajtam fog múlni, de amit tőlem telik, azt megtesszük. Erre ígéretet is kaptunk, hogy próbáljuk meg minél hamarabb megoldani. És én azt kérem önöktől, hogy bármilyen gondjuk van, ami a munkával kapcsolatos járási rendszert érinti, építésigazgatás, abban is tudunk segíteni. Igaz, nincs Tiszavasváriban konkrét építéshatóság, de már ilyen megkereséssel is találkoztunk a jelenlévők közül is. Nyíregyházához tartozunk építésigazgatásilag, de nagyon jó munkakapcsolatban vagyunk, és ha bármilyen jellegű építésigazgatási munkaügyi problémájuk van, bizalommal forduljanak hozzánk, hisz azért vagyunk, hogy segítsünk önöknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Most pedig felkérem Kis András, tartsa meg ő is az előadását. Így, pont nem vagyok ugye a... Ez így jó? Így látom. Akkor úgy fogjuk csinálni, hogy én is lássam a diát. De szerintem mikrofon nélkül fogok tudni beszélni. Hallanak? Hogy? Jó, elnézést. A műszaki érzékem az kevésbé jó, mint mondjuk a civil. Igen, talán abban jobb vagyok. Köszöntök én is mindenkit, Tandem Tanuljunk Demokráciát a Közös Sikerért című projekt szakmai vezetőjéként kell bemutatnom ezt a projektet. Projekt üzenete a járások kistelepülések közössége irányába. Én azt gondolom, amikor ezt a projektet kigondoltuk, alapvetően az volt a cél, hogy a civil információs centrum rendszerrel, és nem először találkozunk itt nagyon sokakkal a teremben, hiszen már ne a fórumon,
civil más jellegű fórumokon, bemutatkozó fórumon, ne oklevél átadón, nagyon sokakkal találkoztunk, és vannak olyan szervezetek itt a teremben, akikkel tényleg élő a kapcsolat, és nem először, másodszor találkozunk. Ennek a projektnek az volt a célja, hogyha más ügyekben, például a Nemzetközi Együttműködési Alap ügyében sikerült egy olyan konkrét párbeszédet elindítani a pályázati eljárásról, a szakmai dolgokról, a szakmai tapasztalat, egy tényleg egy biztos csatoláson alapuló párbeszédet, akkor amikor az Európai Uniós források tervezési időszaka zajlik a megyei önkormányzat vezetésével, akkor legyen egy olyan projekt, amiben önöket közelebb hozzuk ehhez a folyamathoz. Tehát azt tudjuk megteremteni, hogy a civilek információ közelben legyenek az uniós lehetőségekről, és én arról fogok beszélni, hogy milyen konkrét projekt tevékenységekkel végezzük ezt el, ezt a közelebbhozást. Amikor ezt a projektet elindítottuk, a cél az az volt, hogy a járások, önkormányzatok, civilek, megyei önkormányzata, kormányhivatal segítségével a fejlesztéspolitikát és a párbeszédet, alapvetően az információ áramlást közelebb hozzuk. Tehát két alapvető célja van ennek a projektnek. Egyrészt a fejlesztéspolitikai párbeszéd, ez az a cél, amit a megyei önkormányzattal együtt kitaláltunk. A másik cél az pedig a járási rendszerben a civil szektorral való párbeszéd helyének a megtalálása. És itt szeretnék köszönetet mondani Vinnai Győző országgyűlési képviselő úrnak, aki kormány megbízottként, hiszen a kormányhivatal ennek a projektnek partnere, személyesen kezdeményezte és segítette elő Sesták Oszkár elnök úrral együtt azt, hogy ebben a projektben tényleg a járások szerepe is meglegyen, és a kormányhivatal egy partnerségi megállapodással is ezt az ügyet elősegítette. Tehát a kormányhivatal, mint partner vesz részt ebben a projektben. Ez a másik cél, az pedig a járások közelebb hozása. Itt látják a kiindulási helyzetet. Alapvetően azt láttuk, hogy a párbeszéd hiányzik. És azt gondoljuk, hogy ha a párbeszédet elindítjuk kistelepülési járási szinten, járási szintű párbeszédnek intézményes rendszere kiépül megyei szintű párbeszédnek intézményes rendszere, akkor ezt a hiányt, ami az információn és a párbeszéden alapul ló hiány, meg tudjuk tenni. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés település van az, ahol intézményes párbeszéd folyik a civilek és a önkormányzat között, az meg aztán végképp elképzelhetetlen, hogy több település civiljei, önkormányzatai együtt leüljenek és konkrétan végigvegyék, hogy milyen területen tudnak együttműködni. Tehát ezt szeretnénk valahogy megyei szintről eljutva a járások szintjéig, és onnan eljutva, hiszen itt is nagyon sok településről, Tiszavasváriról, Tiszalökről, egyéb településekről itt a környékből vannak itt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos cél. Ami nagyon fontos, itt a tapasztalatok, amit a Civil Információs Centrum tapasztalatai, az az, hogy erre a párbeszédre nagyon nagy szükség van, és itt egy kutatást is idézek, ami pont nemrég készült, és Sesták elnök úr részt is vetett ennek a kutatásnak a bemutatásán. Felmértünk 426 önkéntes bevonásával, felmértük a megye és a szomszédos romániai Szatmár megye önkéntes világát. 426 önkéntes válaszolt a kérdőívünkre, és mondta azt, hogy ő miben bízik, hogy látja a saját önkéntes szerepét, és volt egy olyan kérdés, hogy mi a viszony a kormányzati politikai szereplőkkel, és azt láttuk, intézményrendszerekhez való viszonyt mértünk ebben a kutatásban, és azt láttuk ebben a kutatásban, hogy a civilek legjobban a civilekben bíznak. Második helyen az egyházakban, harmadik helyen a civilek, a civil szervezeti szereplők a hadseregben bíznak, ez volt az, ami kicsit meglepett. De a negyedik helyen, az előkelő negyedik helyen voltak az önkormányzati helyi politikai szereplők. Még egyszer mondom azt, hogy a hadsereg hogy került a harmadik helyre, azt nem nagyon értettük, amikor kijött az eredmény. De a helyi politikai szereplők, hiszen egy önkormányzati vezető, főleg egy nagyobb városban, de akár egy faluban, az egy párthoz is kötődik nagyon sok esetben, ők a negyedik helyet elfoglalták ebben a sorrendben. Míg az országos politika, a politikai pártok, a média és a parlament volt az utolsó három. Tehát ennek a projektnek az is célja, míg helyben a politikusokat pozitív szereplőnek látják, addig, ami már messze van, az nem annyira szép, vagy nem annyira jó. Tehát az is célja természetesen,
hogy ezzel a párbeszéddel a társadalmi bizalmat az intézményekben, a személyekben, a személyes kapcsolatok és a párbeszéd azt gondolom, hogy az egymás iránti bizalmat is erősítheti, és ezt azt gondolom, hogy ez egy fontos olyan kezdeményező ok volt, hogy miért is menjünk ebbe bele. A megoldási stratégiákról beszélnénk. Megyei szintű intézményes párbeszéd ennek keretében létrejön a megyei önkormány közgyűléshez kötődően egy megyei civil konzultatív bizottság, amiről pont az előző közgyűlési ülésén döntött a megye. A járásközpont, városok, helyi önkormányzatok, járási hivatal, megyei önkormányzat, helyi civilek, helyi vállalkozók bevonásával, járási szintű partnerségek létrehozása. Ez részben az ilyen két információs nap lesz minden járásban a projekt keretében. Ez az első, és amikor megjelenik a megyei civil stratégiának az első dokumentuma, akkor lesz a második, akkor lesz egy második ugyanilyen rendezvény. Helyi civil fejlesztési javaslatok, projektötletek gyűjtés. Ez nagyon fontosnak tartom, és Szuhóczki Gábor úrra is nézek ezáltal, aki a következő előadást fogja tartani, ők gyűjtik a projektötleteket. Ezt úgy képzeljük el, hogy amikor önök itt vannak civilek, nagyon sokakkal beszélgettünk, például a Tiszavasvári Közéleti Egyesülettel, vagy épp a Löki Polgárok Egyesülettel, hogy milyen terveik vannak. Tehát többször elmondták az elképzeléseket. Most azt kérjük, hogy ezt vessék papírra. Hogy ők a következő 7 évben mit szeretnének. És amennyiben ezt papírra vetik és Szuhóczki úrnak elküldik, Szuhóczki úrék, a napfelkelte alapítvány vállal egy projektmentorálást. Megmondja, hogy az az ötlet milyen formában, milyen partnerségben építhető be a következő 7 évben, és melyik az az operatív program, az az ablak, ahol az elhelyezhető. Mert azt gondolom, hogy teljesen más fél évvel a pályázati kiírás előtt az ablakok szintjén megnézni, hogy az az egyesület azt a társadalmi igényt hogy tudja hatékonyan, projektszemléletűen kielégíteni, mint hogyha 20 nappal a beadási határidő előtt majd látnak egy pályázatot, ami megtetszik önöknek, és akkor elkezdenek ébredni, és aztán nincs idő összeszedni a dokumentokat, nem lesz kidolgozott az anyag, jön a pontozó táblázat, a pontok felét elvesztik, és egyszerűen az időhiány, a kidolgozottság hiánya késő ébredés miatt elesnek attól, hogy azt a társadalmi ügyet önök tudják segíteni, szolgálni, és a helyi társadalom szegényebb lesz egy projekt, egy ügyel, egy hatékony megvalósulásra. Tehát ezért tartom nagyon fontosnak és a kiemelt célnak a projektötlet gyűjtést. Megyei szinten és járások közötti szinten is legyen civil párbeszéd, az a partnerségi rendszerben. Amit még nagyon fontosnak tartok, hogy akik itt összejönnek, azok legyenek egymással párbeszédben. Tehát ne az legyen, hogy van mondjuk Paszabon is, meg Tiszaeszláron is, meg Tiszalökön is, meg Tiszavasváron is létrejön 4 önkéntes pont. Vannak olyan helyek, ahol ez létrejött. Minden településen pályáznak, nyernek önkéntes pontot, és mindenki önkénteskedik. De ha a célokat hatékonyan, hálózatosan egy térségben gondolkodva tudjuk megvalósítani, azt gondolom, akkor tényleg olyan projektek jöhetnek létre, amelyek társadalmi szükségletet elégítenek ki. Tehát én ezt gondolom a másiknak, hogy helyi szinten, járási szinten, tényleg térségben gondolkozva alakuljanak ki párbeszédek, és azt gondolom, hogy azért vannak itt civil vezetők, polgármesterek, országgyűlési képviselők, járási hivatal vezetők, meg mindenkinek ez az érdeke. Ez volt ez. Itt ezekről már beszéltünk, információs napokat szervezünk. A járási hivatal is bemutatkozik ezen eseményen. Itt is megköszönöm hivatalvezető úrnak az előadását. Olyan kommunikációs rendszer kialakítása, de ezt is már többször elmondtam, ami diskurzuson alakult. Tehát a projektötletgyűjtésnél és minden más dolognál is a diskurzus, az oda-vissza párbeszéd nagyon fontos dolog. Következő dia, kutatás plusz fejlesztési ötletek, tehát ami talán kimaradt, de itt felhívnám az önök figyelmét, hogy fog készülni egy civil kutatás. Ez arról szól, hogy 400 civil szervezetet célunk bevonni a projekt keretében. Pont ma véglegesedett a kérdőív, a holnapi nap kijön 400 civil szervezetnek is hírlevélben is kijön, tehát fogják tudni találni ezt a kérdőívet, és arra buzdítok mindenkit, és kérem, hogy töltsék ki. Mert ez a kérdőív azért készül el, hogy fölmérjük azt, hogy megyei szinten a civil szektornak milyen hiányosságai vannak. És próbálunk egy olyan stratégiát megcsinálni, ami valós helyzetképen alapul. Tehát ez a szektor megyei szinten 2600 civil szervezet van ebben a megyében. 2600. Ha most megkérném az urakat, hogy azonosítsuk be itt együtt, egy hétig itt ülnénk, és nem tudnánk mondjuk
olyan 600-nál többet beazonosítani. Az a célunk, hogy valós képünk legyen erről a szektorról, és egy olyan stratégia készüljön, olyan fejlesztési szempontokat is magában foglaló civil stratégia, amely valós helyzetképpen alapul. Ezért kérek mindenkit a kérdőív kitöltésére. Plusz a fejlesztési ötletek, tehát az önöktől jövő impulzusok, plusz a párbeszéd, az egyenlő lesz egy megyei civil stratégiával. Össze fog gyúródni, és a megyei közgyűlés elé fog kerülni, és reményeink szerint az elfogadást követően ez lesz a megye civil stratégiája. És lesznek képzések, ezeknek is a meghívóit, hírleveleit meg fogják önök kapni. Ezek szeptember, október folyamán lesznek a képzéseink. Azt gondolom, vezetésfejlesztés, hatékony civil élet, projektmenedzsment, tehát az EU-s pályázatokra projektmenedzsment jellegű képzés is lesz, és jogszabály, jogalkotás, önkormányzatiság, településfejlesztés, tehát olyan képzések, amelyek az önkormányzatiságra, a vezetésfejlesztés és alapvetően a projektmenedzsment hatékony civil működés témákra épülnek. Itt van egy menetrend, most tartunk július eleje, augusztus 20, ez az az időszak, amikor egy alapvetően aktív, intenzív háttérmunka fog folyni. A stratégia első tervezetének elkészítéséig akarunk eljutni, és ami itt még fontos, hogy a kutatás elindításával július folyamán a kutatásnak meg kell, hogy történjen. Augusztus 22 és szeptember 15 között jövünk újra el ide önökhöz is Tiszalökre, és lesz egy második fórum a Tiszavasváriba, ebbe a járásba. Tiszalököt azért mondtam, mert ott is voltunk, Rakamazon is voltunk, Paszabon is voltunk. Tehát ha valakire azt lehet, nem lehet azt mondani, hogy csak Tiszavasváriba jövünk, ide is jövünk, és itt is már harmadjára vagyunk. Elnézést, csak el akartam mondani, hogy tényleg nem az első rendezvényünk, és nem az első település, ahol itt vagyunk. És szeptember 15 és szeptember 30 között meg fog történni a megyei civil stratégia bemutatása és elfogadása. És ezzel zárul a projekt. Mit várunk ettől? A helyi közösségek véleményének bevonásával 2014 és 20 között a közösségfejlesztés terén komoly projektek tudnak megvalósulni. Véleményem és hitem szerint ebben a térségben is, ugyanúgy Tiszavasváriban, mint Tiszalökön, Rakamazon és más településeken, és legyen egy élő partnerség, civilek és megye kapcsolata erősödjön. Erős település, erős közösség, azt gondolom ez az alapvető érték és érdek, és azt gondolom úgy tudjuk és az a reményünk, hogy a közösségi szektor húzóerőzata a megyének, és én köszönöm is a figyelmet, egy dologgal szeretném saját magamat kiegészíteni, szeretném megköszönni mindazt a párbeszédet, mindazt a pozitív szakmai munkát, amelyet önök végeztek, akár a Nemzeti Együttműködési Alap, akár más EU-s pályázatok keretében. Szeretném fölhívni az önök figyelmét egy szintén a héten kijövő hírlevelünkre. Az eddig elvégzett munka eredményeként két kiadvány is elkészül ennek a projektnek a keretében. Az EU-s 2014-2020 közötti projekteket bemutató kiadvány fog elkészülni. Tehát azokat kérjük, és ezt meg is fogják kapni a jövő hét folyamán levélben, hogy képpel és egy másfél oldalas dokumentummal számoljanak benne arról, hogy az önök által, civil szervezet által megvalósított EU-s projektek milyen hozzáadott értéket tettek le itt a településen. Ez az egyik. A másik a NEA, a Nemzeti Együttműködési Alap 2012-13-as pályázati körében megvalósult projektekre egy ugyanilyen kiadványt készít, az pedig a Civil Információs Centrum készíti. Azt gondolom, hogy ez a két kiadvány még szeptember folyamán meg fog jelenni, és egy olyan lenyomata lesz az elmúlt 7 illetve 2 évnek, hogy lesz egy tárunk arról, hogy igenis a civil szektorban a kormányzat, az Európai Unió adott ennek a szektornak ebben a megyében ennyi pénzt, és itt nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy mi van mögötte. Tehát nem forrásokról akarok beszélni, gratulálok minden civilnek, hiszen ez az önök eredménye, az, hogy ilyen színvonalas projekteket tudnak megvalósítani, és ezek a kötetek azt fogják mondhatni, hogy igenis itt egy színvonalas munka folyik az ország keleti végén, és azt gondolom, ezek természetesen be fogják mutatni a határon átívelő projekteket, amivel Tiszalök is, ez a térség is, Tiszavasvár is, Nyíregyháza is, a Szatmári térség is erős, és ennek a megyének egy egységes, komplex látásmódot fog adni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm a figyelmet.
Deák Attilának az autójával sajnos technikai problémák adódtak, ezért nem fog tudni a mai rendezvényünkön részt venni. Most pedig akkor felkérném Szuhóczki Gábor urat, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, járási hivatal vezetője, és elsősorban önöket köszöntöm, civileket, a tiszavasvári lakosokat. Nem titkolom, nagyon örültem a meghívásnak, hiszen a múlt év végén, november vagy decemberben elnök úrra itt voltunk, egy fejlesztési ankétot tartottunk, és harcos embereket ismertünk meg. Harcos embereket, akik szeretnének részt venni a településük fejlesztésében, olyan embereket, akik azt mondták, hogy nem vagyunk mi kisebbek, mint Nyírbátor, Máté Szalka, Nyíregyháza, vagy az összes ilyen úgynevezett decentrum, mi is érünk annyit. Akkor is érünk annyit, hogyha hátrányos helyzetű kistérségnek titulálnak minket, és akkor is érünk annyit, hogyha éppen a legnagyobb kenyéradó gazda, vagy a volt legnagyobb kenyéradó gazda esetleg leépítésekben gondolkodik. Szeretné Tiszavasvári újra elfoglalni a méltó pozícióját a megye életében. Ebben segíthet a civil lét, ebben segíthet az a fejlesztési program, amiről az előttem szólók is részletes beszámolót adtak. Egy pár szót szeretnék arról önöknek mondani, hogy mit keresünk mi ma itt. A kormány kifejezett szándéka, hogy az eddig meglévő, ez főleg az előző kormány alatti, tehát 2010-ig meglévő civil rendszert teljesen új alapokra helyezze, erre szolgált már az új nemzeti együttműködési alap, míg az NCA rendszerében alig-alig nyerhettünk itt a megyében, azért a NEA rendszerében, én azt hiszem, hogy itt Tiszavasváriban és a környékén elég sokan jutottak forráshoz, mind a működési, mind pedig a szakmai programok területén. Ez a munka nem most kezdődött el. 2009. januárjában indult el egy önkéntességen alapuló kezdeményezés, amit a velünk levő Sesták Oszkár elnök úr kezdett el. Minden hónap utolsó péntekén gyűltünk össze a Megyeháza 102-es termében, először csak 4-en, 5-en, 10-en, 15-en, és a végén 26 civil szervezet volt az, aki úgy gondolta, hogy teljesen új alapokra kellene helyezni, szűnjön meg a civilek életében a központosítás, szűnjön meg a felülről való irányítás, hanem alulról induló kezdeményezések legyenek. Ez folytatódott tovább, folytatódott a 2011-es évben, amikor ugye kijött az új civil törvény, ezzel jártuk a megyét, több helyen előadtunk, és úgy néz ki, hogy ennek köszönhetően egyre lelkesebbek lettek a civilek. Nem csak azért, mert több forrás lett a rendszerben, hanem azért, mert látták a saját sikereiket is. Létrejött egy civil expo még a Megyeházán, ott bemutatkoztak a civil szervezetek, létrejött egy honlap, az SSBM civilek, de természetesen azzal is kellett foglalkoznunk, hogy a problémák, a nehézségek azok megoldásra válnak. Nézzük, hogy melyek voltak a mi tapasztalataink 2009-től folyamatosan éven keresztül. Jellemző volt a civilekre, ami a magyar emberekre és a vállalkozókra egyértelműen az egymástól való elszigeteltség. Ma már látunk ebben változásokat, főleg a civil szervezetek területén, megpróbálnak közösen gondolkozni, esetleg közösen projekteket létrehozni. Ebben talán nagy segítség volt az, hogy megyénknek sajátságos a helyzete. Ugyanis határosak vagyunk Szlovákiával, Ukrajnával és Romániával, és a talán határon átívelő projektek is megtanítottak minket a magyarok és magyarok közötti együttműködésre, és ez reméljük, hogy településen belül is most már önöknél jelentkezik. Hiányzó szakmai tapasztalat, kevés szakember, kevés nyugat-európai tapasztalat. Mint ahogy én a vállalkozóknak is szoktam javasolni, immáron 20 éve, én a civileknek is javaslom, hogy minél többet menjünk nyugatra. Nézzük meg, hogy ahol évszázadokkal ezelőtt már a civil élet megkezdődött, ott milyen jó példák vannak. Hogy adják át az idősebbek a fiatalabbaknak a tudást, a tapasztalatot? Hogyan tudnak ők együtt dolgozni? Mi az a konzorciális megállapodás? Hogyan kell azt megkötni? Hogyan lehet civil szervezetnek is munkáltatóvá válni? Hiszen higgyék el, saját példán keresztül, az, hogyha az ember folyamatosan tud közvetlenül 12-15 embernek munkát adni. Én 20 éves csinálom, ettől nagyobb boldogság, és persze kihívás nincsen. Civileknek is kívánom, hogy érezzék ezt meg, hiszen képzeljék el, egy lehetőség lenne
a megyében a fiatalok megtartására, legyenek azok középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezők, hogyha civil szektorban tudunk akár nekik közvetlen vagy közvetett munkahelyet teremteni. Problémákat jelentettek az információ hiány a forrás lehetőségekről, alapvetően központi pályázatokról volt szó, még a megyei pályázatokat így úgy ismerték is a civilek, de még a mai napon is gond, és erre később is vissza fogok térni, a brüsszeli pályázatoknak az ismerete. Nem vállalta fel senki sem Magyarországon azt, hogy egy központi honlapot létrehozzon, ahol civilek is, vállalkozók is, önkormányzati non-profit társaságok megismerhetik ezeket a lehetőségeket, és viszik őket előre, fogják a kezüket. Szűk anyagi lehetőségek, ez talán a legnagyobb béklyó ma is természetesen, hiszen hogyha utófinanszírozásos egy adott pályázat, vagy 5-10%-nál több saját erőt igényel, akkor sokan már hozzá sem kezdenek a kidolgozásához. Hiszen tőkeszegények vagyunk. Hiszen nem alakult ki az, ami Nyugat-Európában kiválóan működik, hogy a cégek felvállalják a civil szervezetek támogatását. Az a jó értelemben vett lobby tevékenységet nem aktatják Magyarországon. Hogyan kell jó értelemben lobbizni? Nem mutizás, lobbizás jó értelemben. Kényszerből is jöttek létre szervezetek. Szerintem itt is, Tiszavasváriban is tudnánk olyan egyházak mellett, iskolák melletti alapítványt mondani, akik azért jöttek létre, hogy a szűkös anyagi forrásait az iskolának, oktatási intézmények, óvodának egészítsék ki. Vásároljanak szemléltető eszközöket, játékokat, füvesítsenek, parkosítsanak, játszóteret alakítsanak ki a gyerekeknek. Reméljük, ha a gazdaságunk megélékül, erre a 2014 és 20 közötti források úgy néz ki, hogy alkalmasak lesznek, és Eszták elnök úr elmondta, hogy a gazdaságfejlesztés a prioritás. Minden 100 forintból ma 60 forintot gazdaságfejlesztése kell lesz költenünk, és az a megyénk szempontjából kiemelkedő, hiszen a második legtöbb forrással rendelkező megye vagyunk, illetve leszünk a 45,8 milliárdos alapkerettel. Ezt ki kell használni. Illetve a különböző érdekcsoportok, politika, önkormányzati kötődés, illetve utolsó sorban, de talán előre is tehetett volna, a fásultság. Nem úgy sikerült az elképzelésünk, nem kaptunk pályázati forrást, elmentek a tagok, nem jönnek össze az egyesületi tagok havonta, már nem támogatják, kicsit a vezetők is belefásultak. Vannak ilyen időszakok az ember életében, túl kell ezen lendülni. Megpróbáltuk összeszedni az előadásra készülvén, hogy mik lehetnek az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek. Gyengeségekről már beszéltem, erősségek, rugalmasak tudunk lenni, nyitottak tudunk lenni, illetve ma már látjuk, hogy törekszenek a civil szervezetek az együttműködésre is. Gyengeségekről beszéltem, tovább lépek. Lehetőségeknél szintén a partnerség kialakítása, már beszéltem erről, a földrajzi helyzet, itt azért egy dolgot hagy emeljek ki. Fontos az, hogy együtt dolgozzunk a már uniós tagországokban levő civilekkel, Romániára és Szlovákiára gondolok, de higgyék el, saját példámban mondom. Még fontosabb, hogy segítsük a kárpátaljaiakat. Nem az ukrán belviszályok miatt, nem azért, mert harcolnak egymás mellett, nem. Évekkel ezelőtt már volt szerencsém megtapasztalni azt, hogy akár egy középiskola, mondjuk a karácsfalvi görögkatolikus líceum esetében, akár egy magyar nyelvű óvoda esetében, Munkácsi kettesszámú óvoda, milyen nagy erőt jelent az, hogyha 2-3 millió forint értékben saját civil szervezetünk, napfelkelte alapítvány, cégek felajánlásából, külügyminisztériumi támogatásból, norvég alappályázata segítségével tudott eszközöket vinni. Tudott szemléltető eszközöket vinni, játékokat a gyerekeknek. Az az öröm, ami a gyerekek arcán volt, az a büszkeség éppen az óvoda vezető esetében, amivel a ukrán óvodáknak meg tudta mutatni, hogy nézzétek meg, milyen eszközökkel rendelkezünk, és a következő szeptembertől 2 új csoport kezdte el a működését, ez egy óriási téma. Plusz 60 gyermek iratkozott be azért az óvodába, mert magasabb színvonalú képzést, oktatást tudtak nyújtani az eszközökkel, az eljárásokkal, stb. Igen, ehhez be kell vállalni, mondjuk én is bevállaltam, saját gépkocsival, utánfutóval felmenni Budapestre, Nagykertben megvásárolni az eszközöket, beállni a határhoz, felhívni a konzult, jöjjön át, segítsen nekünk, hogy át tudjuk vinni ezeket az eszközöket, mert amúgy nem lehet átvinni.
és ha lesz egy ilyen következő, akkor is így működik. Sőt, olyan is volt, eljöttek a telephelyünkre, konzoli kocsiba bepakoltuk, ők átvitték, utána átmentünk, ott megkipakoltuk közösen. Ez így működik. Ez teher, sokan felteszik a kérdést, mi a jó francnak csinálod, egy fillérlet sincs belőle. Nem mindig a pénz a lényeg. Én ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt az élményt tudja átélni. Magyarul legyen egy tiszavasvári intézmény, meg egy munkácsi, beregszászi, huszti, viski intézmény között egy ilyen kapcsolat. Van rá lehetőség, és lesz áll forrás is természetesen. Közösségépítő potenciál, mint lehetőség, a lokális szükségletek ismerete, illetve ez a mai nap is erről szól, bekapcsolódás a döntési folyamatokba. Önök azzal, hogy eljöttek, tudunk eszmét cserélni, el fogják küldeni a kérdőívre a válaszokat, amit előttem szóló Kis András úr elmondott, hogy igen, holnap jönnek a kérdőívek, sőt, az is, amit ő mondott, szeretnénk megtudni, hogy az elmúlt 7 évben mit tudtak elérni a különböző forrásokra, és egy gyönyörű szép könyv kerül kiadásra, ami önöknek is pozitívum. Kérem, egy 150 oldalas A4-es színes könyv, az én civil szervezetem is benne van, és nagy segítség mi politikusainknak, vezetőinknek, hogy amikor lobbiznak a megyénkért, fel tudják mutatni, nem össze-vissza mentek a pénzek, nem arra mentek, hogy mondjuk tüntessünk belőle, hanem arra, hogy ezek a dolgok elkészüljenek. Ez fontos, én azt hiszem. Veszélyek témájában a kudarcélméről már beszéltem, igen, közömbösség, passzivitás ma is előforduló dolog. Negatív társadalmi attitűd a civil szervezetekkel szemben, látjuk most a hírekben, hogy van vajon mire használták fel ezt a pénzt. Bürokratizmus rendszer, én nagyon örültem, amikor a járáshivatal vezető elmondta, hogy próbálja szűkíteni az ügyintézési időt, próbálja egyértelműen a saját kollégáinak elmondani, hogy itt egyfajta törvény van, egyfajta jogszabály van, mindenki esetében ezt kell alkalmazni. Próbára fogom tenni a járáshivatalt, mert tervezem, hogy befektetőket hozok ide, a városba, Tiszavasváriba, megnézzük, hogy mennyi idő alatt tudjuk elintézni majd az engedélyeket. Köszönöm szépen! A munkaerőhiány, szakemberek, fiatalok elvándorlása, szóltam erről, én nagyon fontosnak tartom, higgyék el, minket is, céges szinten is, civil szinten is sújt az elvándorlás. Amikor valakit elküldünk Budapestre tanulni, valakit elküldünk akár Debrecenbe tanulni, az már nem jön vissza ide. Sokkal több a munkahely, mennek tovább, és önök is tudják, szinte mindenkinek van olyan szomszédja, aki külföldön dolgozik. A gyermeke, a veje, sőt, még hallottam, 50-60 évesen is külföldre kénytelenek menni, vasalni, mosni, főzni, takarítani, hogy tudják a hitelt belőle törleszteni, amire reméljük, hogy az idén valódi megoldás születik majd, és hát, ha sokan visszajönnek, mert ez a teher megszűnik. Mi ebben reménykedünk. Pályázati lehetőségekről egy pár szót csak szeretnék felvillantani. Kis András úr a NEA pályázatokról már beszélt. A büszkeségét azért nem mondta el, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az élmezőnyben van. Ha jól tudom, az első 5-ben, azok között, első 3-ban, javítom magam. Tehát lakosságarányosan a legtöbb forrást a első 3, ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hozta. Én azt hiszem, hogy ez egy pozitív. Van még felfelé út, reméljük, hogy ezek a rendezvények is ennek fognak szólni. A Bethlen Gábor alap nyilván elsősorban a külföldieket, tehát külföldi élő magyarokat támogatják. Fontos az, hogy segítsük őket akár a programoknak az előkészítésében, és később a megvalósításában. Azok a nemzetközi témák, amelyeket felvázoltunk, ezek élő dolgok. Mind a Visegrádi alap, mind a Svájci alap, mind a Norvég alap működik. Nézzük meg csak azokat a hívószavakat, amelyek ebben léteznek, a kultúra és együttműködések, oktatás, diákcsere, turizmus előremozdítása, szociális szolgáltatások, környezetvédelem, természetvédelem, ifjúsági gyermekügyek, fenntartható fejlesztés, tehát ezek mind-mind maradnak. Én arra hívom fel a figyelmet, hogy aki komolyan gondolja a következő éveket, e köré szervezze a programjait, legyen az hazai vagy határon átnyúló téma. Határon átnyúló témában Szlovákiával, Romániával is tudunk együttműködni. Jó hír, hogy azért reméljük, hogy a második fél évben első körben a magyar-román kiírásra kerül. Nagy szerepe van ennek a megyei közgyűlésnek és az onnan delegált embereknek, akik eddig szinte minden egyes egyeztetésen Magyarországon és Romániában részt vettek.
Reméljük, hogy követi majd a szlovák téma, és minél hamarabb meg lesznek a kiírások. Kis késésben van éppen az ukrán helyzet miatt a úgynevezett NPIS pályázat, ahol kötelező legalább egy ukrán partnerrel, inkább úgy mondanám kárpátaljai partnerrel együtt dolgozni, de éppen ez a kihívás az előbb említett dolgok miatt. Hát könnyű átruccani Szlovákiában, amikor nincs is határ. Ott kell segíteni, ahol a legnagyobb szükség van rá. Úgyhogy én buzítom önöket, hogyha a jövő év elején kijön ez a pályázat, akár a négyes prioritásban, az emberek közötti együttműködésben, akár kisléptékű projekttel, tessék próbálkozni. Akár a mi alapítványunk, akár a Civil Információs Centrum, Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány, minden segítséget meg kell, hogy adjon, hiszen ezért vagyunk, ezért dolgozunk. Mi azt hiszem, hogy hosszú évek során be is bizonyítottuk, hogy érdemes ezt csinálni. Természetesen beszéltem a brüsszeli erőforrásokról. Egy programot emeltünk itt ki, Európa a polgárokért. Ez már működik, él, létezik, akár testvérvárosi témában, városok hálózataiban és civil társadalmi projektekben pályázhatnak. A következő forduló szeptember elején lesz, tehát aki a nyarat nem csak pihenéssel vagy éppen kerti munkával tölti, van egy kis ideje, gondolja át, nézze meg, minden anyagot természetesen átküldünk, hogyha e-mailen jelzik, próbáljon meg erre előrelépni. Nagy szívfájdalma az minden egyes kormánynak, a jelenleginek is, hogy civil területen és KKV-k, tehát kis- és középvállalkozások területén borzasztó kevés pályázat megy be Brüsszelbe. Nem merünk pályázni, kevés az információ, nincs valahogy önbizalom ebben a témában, előre kell lépni. Ebben ma már kivétel úgy néz ki a Horizont 2020, ami kutatásfejlesztési témát jelent. Természetesen a magyar operatív programokban, amelyek Brüsszelbe leadásra kerültek 2014. június 10-én, és reméljük, hogy az első fecskék már szeptemberben kijöhetnek, van civilekre vonatkozóan, ez az EFOP, szegénység elleni küzdelem, a kohézió erősítése, egészségmegőrzés, köznevelés minőségének fejlesztése, felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, nagyon lényeges szempont. Ugye itt azért elmondhatom, hogy azért harcolni kell még nekünk a nyíregyházi főiskoláért, annak a megmaradásáért is. Minél jobb programok, minél jobb dolgok meglegyenek, és minél többen járjanak oda. Oda is próbálunk segíteni, nagyon jó kutatásfejlesztési projekteket viszünk a Molekuláris Intézetbe. Illetve nagyon lényeges az, hogy utánpótlás mennyiségi és kiemelem minőségi megerősítése a humán intézményekben dolgozó körében. Itt szintén az államnak egy kiváló példamutatása mondjuk a szociális intézményeknek a témája, a uniós szinten való megteremtése, itt például a kitagolás, ahol nagy létszámú intézmények voltak, törekszenek arra, hogy 50 fő alatti intézmények legyen, hogy az embereknek, a gondozottaknak az életminősége az magasabb szintű legyen. Tehát ezekben is várható a pozitív elmozdulások. És amiről hivatalvezető úr beszélt, a jó állam megerősítése. Ha ezt önök tapasztalják, ez pozitív, ha csak a statisztikákban van így, akkor már nem biztos, de hát remélem mindenki saját bőrén meg tapasztalja, hogy igen, jobb színvonalú kiszolgálásban van részünk. A küldetésünk az nem csak azt tartozik hozzá, hogy most itt végig rohanjuk a 13 járás és majd szeptemberben is, ez csak egy ilyen egyeztetés. Az igazi téma az, amikor önök mondjuk nyernek egy pályázaton, nagy nehezen összehozták, és gondok vannak az elszámolással. Hogyan kössek szerződést? Milyen papírokat kell benyújtanom? Hogyan lehetne meggyorsítani a kifizetést? Na ebben is próbálunk segíteni, tehát amnál a résznél, hogy segítség nyertem, úristen, most meg kell valósítani a programomat. Vagy éppen kések. Van olyan projekt, civil szervezetes téma, ahol például az ukrán partnernek elfogyott a saját ereje, még nem kezdte meg, próbálunk egyeztetni Budapesten, ez egy NPIS téma, hogy a másik két partner, a magyar és a szlovák ne lássa ennek kárát. Ezek nagyon fontos témák, és mind a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány, Civil Információs Centruma, mind az alapítványunk segít ebben ezekben a témákban. Együtt szeretnénk önökkel ötletelni, tehát akinek van ideje, energiája, hátul is egy csinos hölgy, elől is egy csinos hölgy, és még Andrásról nem is beszéltünk. Előadás után itt maradunk természetesen, és itt maradunk, és akinek itt van javaslata, ötlete, ezeket szívesen feljegyezzük, hiszen önöknek is úgy, ahogy kis úr mondta, meg kell tervezni a következő időszakot. Ne az utolsó pillanatban ötleteljünk,
mert volt már olyan pályázat, amit ma kiírtak és holnap felfüggesztettek. Fel kell erre tisztességesen készülni, ebben próbálunk segíteni. A végére pedig hagytam elérhetőségeket. Tudniék külön, hogy civil információs centrumnak helyet adott a megyeháza, ennek is a B-épülete. Egy nagyon erős, jó képességekkel rendelkező csapat várja önöket. Naponta, ha jól emlékszem, 8-tól 16 óráig, hétfőtől péntekig. Illetve az alapítványunk Nyíregyháza Orosan is, Nyíregyháza belvárosán a Bercsényi utcában is, tanácsadóirodával ingyenes tanácsadás, jogi, könyvelési, bérszámfejtési, projektmenedzsment, ingyenes tanácsadás most már évek óta. Egy e-mail címet mondanék, amit már operatív igazgatóra elmondott, napfelkelte SSB, tehát napfelkelte szabolcs@szatmárbereg, kukac@gmail.com. Ezt majd fogják látni a kiküldött kérdőívekben. Ide várjuk a visszajelzéseket. Ezeket mi folyamatosan feldolgozzuk, és egy nagyon kemény nyár után reméljük, hogy egy nagyon jó civil stratégiáról tárgyalhat majd a megyei önkormányzat, és tárgyalhatunk mi is, beszélgethetünk mi is majd a szeptemberi következő alkalommal, ahová elvárjuk, visszavárjuk önöket. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Most pedig, akinek bármilyen kérdése adódott, felteheti az előadóknak egészen nyugodtan. Nem lesz akkor senkinek kérdése? Csak nyugodtan. Akkor elkezdeném. Én annyit szeretnék elmondani, hogy Balázsi Csilla vagyok, és itt a civil szervezeteknek hát a minden eset, tulajdonképpen a könyvelését és az egyéb dolgait végzem, és én egy pár szóval szeretném bemutatni a Tiszavasvárban működő civil szervezetek életét és lehetőségeit, és itt azért is örülök ennek a rendezvénynek, mert talán reménykedhetünk abba, hogy az utóbbi 4 év inséges éveit talán sikerül megváltanunk, és egy tényleg ötleteket, amit itt dolgozunk és az agyunkban van, meg tudjuk valósítani. Annyit szeretnék elmondani, hogy jelenleg 62 civil szervezet van bejegyezve Tiszavasváriba. Ebből körülbelül szerintem az én ránézésemre legalább 50 aktívan dolgozik. A többiek anyagi okok miatt, vagy pedig a passzivitás miatt nyugvó állapotban vannak, de ez az 50 civil szervezet aktívan bármilyen, tehát a Tiszavasvár életének bármelyik ágában részt vesz, tehát a bölcsődétől a középiskoláig, az idősektől a gyerekekig, minden területen megtalálhatóak, városépítés, természetvédelem, tehát nem is tudok olyan területet mondani Vasváriba, ahol nincsen civil szervezet. A régebbi önkormányzati működés között ez 2010-ig kell körülbelül gondolni. A civil szervezeteknek jelentős támogatást adott az önkormányzat, ebből tudtak programokat megvalósítani, és 2011-től eddig az évig semmilyen támogatást nem kaptunk az önkormányzattól. 3 szervezet vagy 4 volt kivétel, de ott muszáj volt adni. A tűzoltóság, polgárőrség és a sport területe. Egyedi elbírálások alapján polgármesteri kert szerint kaptak kisebb összegeket a civil szervezetek. Ezt a inséges 3 évet nagyon megsínylettük, tehát nem voltak saját bevételeink, pályázatokon próbálkoztunk, de ott se sikerült mindig elérni azt, amit szerettünk volna. Ezt egy kicsit bánjuk, de reméljük, hogy jobb pályázatokat és sikeresebben tudunk majd pályázni. És ebben az évben megtörtént az a nagy csoda, hogy képviselő indítványomra tudtunk létrehozni legalább 1 millió forintos önkormányzati keretet, amit sikeresen pályáztak a civil szervezetek, és úgy hiszem, ma meg is szavaztuk, hogy ezt még hozzátettek 400-500 ezer forintot, tehát közel 1,5 millió forintot osztottak ki a civil szervezeteknek a különböző programoknak a megvalósítására. Ez nem nagy összeg, tudom, de a nullához ez egy nagy erőrelépésnek tartom. Annyit szeretnék még elmondani, hogy azért nagyon aktívak vagyunk itt a civil szférában. Én ugye nem akarom esetleg a nagycsaládos dolgokat leütni, de én a nagycsaládos egyesületbe kezdtem el a civil életet igazán, és utána már nem is tudom hány civil szervezetben vagyok aktív tag, kuratórium elnök és egyemek, és legnagyobb sikernek talán a nagycsaládos egyesületbe éltem meg. 2010-ben létre tudtunk hozni egy civil házat, önkormányzati és civil összefogással, ami majd napig is büszkék vagyunk és üzemeltetjük, illetve most szeretnék dicsekedni, és sokan tudják, hogy 2 hete adtuk át a játszóteret,
amit szintén Nagy Sárdos Egyesület keretében valósítottuk meg, egy 18 millió forintos beruházás, és a környék egyik legszebb játszótere. A híreim szerint Tiszalökről és a környező településekről is járnak a gyerekek, illetve a lakótelepi nagymamák nagyon örömmel újságolják, hogy család összetartó program lett a játszótér, mivel a város távoli részéről is ide járnak a családok, kénytelnek elhúzni a gyereket az apuka, anyuka, és ott kell lenni a gyerekkel. Tehát talán úgy hiszem, tényleg igazán egy nagy családos programot sikerült megvalósítani, hogy össze tudjuk hozni a gyerekeket, illetve az a véleménye a lakótelepen, hogy újra van gyerekzsivaja a nyári lakótelepen, ami egy nagy öröm. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, és én nagyon bízom, hogy nagyon sok jó ötletet fogunk majd adni a szervezőknek, mert van bőven, tehát meg tudunk, tehát bennem is rengeteg ötlet mozog, csak mindig pénzhiányába mindig megbuknak a dolgok, és én szeretném, hogyha aktívan mások is hozzászólnának. Köszönöm szépen! Hogyha mégsem szólalna fel senki, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy itt ilyen sokan megjelentek. Reméljük, hogy mindenkinek tudtunk. Mert hogy Szuhocki úr reménnyel teli jövőt fest Tiszavasvárinak, azért is szeretnénk plusz információval ellátni, hogy talán alapot is adhat Tiszavasvári ehhez, mindenképpen a pozitív jövőhöz. Én a vállalkozók érdekképviseletének nevében nyilatkozom, és azt szeretném információként elmondani, mert kivételesen a Csilla beszámolójából kimaradt. Civil szervezetekként pályáztunk tavaly előtt, ugye? Tavaly előtt 3,6 millió forintot nyert a vállalkozók érdekképviselete. Természetesen a Csilla közreműködésével mi ennek csak a jótékony hatását élvezhettük. Olyan háromnapos külföldi határon átnyúló kiránduláson vehettünk részt, ahol a gazdasági szereplők, illetve hozzánk hasonló vállalkozások életébe tekinthettünk be. Szerénytelenségnek állíthatom, hogy mind a 40 tag, aki ezen részt vett, úgy összegezte ezt a három napot, hogy valóban érdemes, értékes, hasznos kirándulást tettünk, és talán fogunk próbálkozni azzal kapcsolatban, hogy a jövőt is hasonlóan tervezzük, úgyhogy örömmel halljuk az információs centrum elhelyezését, illetve a létének, az alapjának a biztosítását. Mi bizonyosan élni fogunk azzal, hogy a civil információs centrum, illetve a napfelkelte alapítvány segítségét a következő évek tervezésében igénybe fogjuk venni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Úgy éreztem egy picit, hogy megszólítottam, és hogyha már Szuhocki úr ilyen attraktív volt, akkor gondoltam, hogy még én is visszajövök két perce, és de válaszolni szeretnék csak. Tehát az egyik az az, hogy én azt javaslom, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásait megelőzően, ha ekkora az ínség itt, szeptember folyamán, mert úgy látom, hogy októberre lesznek meg a kiírások, szeptember folyamán azt javaslom, hogy a Tiszavasvári civil szervezetek vezetőivel üljünk le egy operatív egyeztetésre, és nézzük meg, hogy hol szorít a cipő. És azokat a szakmai segítségeket ígérni nem tudunk, nem is fogunk, mert nem az a mi dolgunk, de azokat a szakmai segítségeket meg tudjuk adni, amivel a pályázatok beadása szakmailag jó tud lenni. És onnantól kezdve a bírálóbizottság kezében van az ügy, de a szakmai segítséget megadjuk. Ez az egyik kérdésre, a válasz a második felszólalásra, pedig az a válasz, hogy gratulálunk. És akkor, ha nincs több kérdés, van még kérdés? Ha nincs több kérdés, akkor én bezárom a rendezvényt. Köszönöm a kollégáknak a nagyon jó előadásokat, elnök úrnak, kormányegybizottúra úrnak. A megszólítás az mindig jár. Az rendben van. És hivatalvezető úrnak,
és a kolléganőknek a konferálást, a segítséget, mindent, ami szép és jó volt, és mindenkinek köszönöm. Tehát ennyien rég voltunk, és az, hogy Tiszavasváron van ennyien összegyűltünk, ez azt mutatja, hogy itt van jövője a civil szektornak. Gratulálunk, szép estét kívánok, és jó meccsnézést! Másfél óra van még!